Most már itt vagyunk a reptéren, és becsekkoltunk, feladtuk a bőröndünket, most pedig elmegyünk kajálni. Ebben az útban úti társaim lesznek ők. Peti, Daniella és Dóri. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Na és még fontos azt is elmondanom, hogy most nem közvetlenül Moszkvába fogunk menni, hanem először egy kisebb géppel elmegyünk Varsóba, és majd ott fogunk átszállni egy Aeroflot gépre, amivel már Moszkváig fogunk menni. De most igazából talán 5 perc és nyílik a kapu, Peti épp elment megnézni. 6 perc, amíg kiderül, hogy honnan indul a repülő. No worries, so I think I'm all in. When I kiss your lips through my heartbeat thump. Kihoztak minket ide a repülőhöz, hát amúgy tényleg nem nagy, tehát mutatom. Ekkora az egész. Na mindegy, elférünk rajta, az a lényeg. Mindjárt felszállunk, már itt vagyunk a kifutópályán. Ez a hang nem túl megnyugtató. Megjöttünk, leszállt a gépünk, viszont van egy kis probléma, mert hogy nem találjuk ezt a járatot pontosan. Legalábbis járatszám meg minden a napján stimmel, csak fél órával később indulás van kiírva tervezetre. Nem fél órával. Fél órával. Na mindegy, szóval megkeresünk valami információt, és ezt kiderítjük. Ha megoldódott a problémánk, amíg én elmentem a mosdóba, addig Petike megoldotta. Mondja, mi is volt? Szóval az volt a baj, hogy nem voltak annyira kedvesek a reptéren, és véletlenül ugyanaz az időpont szerepel, mint a boardingnál, a becsekkolásnál és az indulásunknál is, szóval magyarul lehetetlen a két időpont. Igen. Tehát Ferihegyen elrontották, mivel ugye az indulás nem lehet ugyanaz, mint amikor kaput nyitnak. Úgyhogy... Tehát tudjuk, rántás ül alattunk. Rontás. Most jön a felszállás, és amúgy közben folyamatosan párásítják a gépet, nem tudom mennyire látszik ez a füst, ami amúgy para lehet, ha valaki nem tudja, mi az. Na, elszállta a gépünk ide Moszkvában, Seremetyevo nemzetközi repülőtérre. Most még itt állunk, mert várunk arra, hogy hidat kapjon a gép. Hát valamilyen hidat nem kaptunk, de itt a busz, amivel fogunk menni, úgyhogy felszállunk. Here a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea. Megvan a bőrön, el se hiszem. Majdnem fél nap után végre találkozunk vele. Ez az! És nem hagyták el. Ez az, és nem is hagyták ki. Na, menjünk az Aeroexpresshez. Most már itt vagyunk, ez lesz valamelyik a szállásunk. Jó sokat metroztunk, és amúgy nagyon átláthatatlan ez a metróhálózat. Tehát lemegyünk, és akkor így keresztbe vannak a metrók. Nem egyértelmű, hogy mi van, de megtaláltunk mindent elsőre, szóval tök jó. Úgyhogy most benézzünk a szobába. Átvettük a szobát, egész otthonos. Mondjuk nagyon meleg van és semmi klíma, de majd valahogy élünk ezzel. És most az a legnagyobb bajunk, hogy nem tudunk wifizni, mivel sehol egy wifi kód, de talán ebbe lehet, hogy ebbe van. Na mindegy, ezt majd még átnézzük. Na minden rendben, megtaláltuk tanárnőt is, átmentünk érte a másik hotelbe, és ott a recepción összefutottunk vele. Úgyhogy most már tanárnőjékkel átmegyünk, kajálunk valamit, aztán körbenézünk a Vörös téren. Яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Megvacsoráztunk itt a Gumban. Hát nem mondom, hogy első estére így lenyűgözött az orosz gasztronómia, de még van pár éjszakánk, meg pár napunk adni neki újabb és újabb esélyeket. Nem mondom, hogy nem volt jó, más, mint otthon. Most pedig átmenjünk a Vörös térre, és így este körülnézünk kicsit ott, felderítjük a terepet. Na most pedig már itt vagyunk a szálláson, készülünk lefeküdni, most itten idő szerint körülbelül 11:30 van, és hát egész nap utaztunk meg ilyenek, szóval eléggé elfáradtunk. De most pihenünk, és holnap újult erővel fedezzük fel Moszkva rejtelmeit. Na jó ét! Második nap van, felébredtünk.
és most pedig megyünk reggelizni. Na jól, megreggeliztünk, olyan választék van, hogy máshol ilyen és védesztes vacsora. Tehát van a levestől elkezdve, a húsgolyós, gombás, szószos, mártáson keresztül, tényleg minden. Úgyhogy rendesen bezabáltunk. Most pedig elmegyünk tanárnőhöz, most várjuk a lányokat, de már meg is jöttek. Szóval most átmegyünk tanárnőhöz. Itt nem 3 percenként jár a metró, hanem 1/2 percenként. Mikor elmegy az egyik, jön is már is a másik. Ezt a sort kell most ott kiállnunk, persze a napon. Na bejutottunk most már a Kreml területére, és most már egy ideje itt ülünk, és Szilaj tanárnőre várunk, mivel ő ugye a csoportjával jön, viszont elég lassan haladnak, de majd megtaláljuk őt, reméljük. Ez itt mögöttem pedig az Uspenski Székes Egyház, amiről annyit érdemes tudni, hogy anno a cárokat ebben az épületben koronázták, ebben pedig Putyin szokta fogadni a vendégeit. Most már visszajöttünk ide, itt vagyunk megint a Vörös téren, ahol tegnap, és amúgy tök máshogy néz ki így világosban, mint este. Igazából nagyobbnak is tűnik az egész. Olvasztott cukorka íze van vízzel. Nagyon finom. Hazai. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. Most pedig egy ilyen űrkiállításban voltunk, ami a Szovjetuniónak és ugye Oroszországnak az űrtörténetét dolgozza fel. És tök olcsó volt, tehát 250 forintnak megfelelő rubel volt, és mi Petivel be is mentünk, oda a lányok nem jöttek be. Viszont most már mindjárt megyünk vissza a szállodába, mivel majd találkozunk mindkét tanárnővel. Na és a forró nap után most kifogtunk egy kis szelet is, lehet, hogy még ebből eső is lesz így estére. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should've worshipped her sooner, if the heavens ever did speak. Ha itt vagyunk egy hagyományos orosz gyors étteremláncba, és most megkóstoljuk a gyakorlatilag, mit eszünk pontosan? Ilyen palacsintába töltünk. Tök finom volt, most pedig itt járkálunk, mert tök hangulatos az egész, meg benézünk ilyen szuvenírboltokba, meg ilyenek. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom, the only heaven I'll be sent to. És akkor a mai napot itt a metróban zárnám le, most már csak megyünk a szállásra, alszunk egyet. Na, holnap folytatjuk. Sziasztok! Thank you very much. Goodbye. Na, hát Daniellaék az előbb kicsit megtréfáltak minket, ugyanis kiúzták a szoba áramkártyánkat, és ezzel áramtalanították az egész szobát, aztán kimentek. Na, most visszakapják, ugyanis kértünk nekik egy ébresztő szolgáltatást 5:30-ra, szóval remélem, jól fogtok aludni. Na, sziasztok! Na, jó reggelt mindenkinek! Mi most már túl vagyunk a reggelin, és most itt vagyunk nem ezt a szállodától, az Izmajlovszki Kremlben. Ami igazából ilyen régi stílusban épült, de nem olyan régi, pár év építették. És itt ezen belül több ilyen kisebb múzeum van, meg éttermek, meg ilyenek, és hát most itt fogunk körülnézni picit. Most pedig eljöttünk ide egy ilyen piacra, aminek az egész területén csak szuveníreket árulnak. Mondjuk a legtöbb boltosnál ugyanaz van, tehát vannak ezek a szörme kalapok, vannak a matruska babák, és vannak a tipikus hűtőmágnesek, pólók, meg ilyenek. És ha már matruska babák, akkor a történetéről is pár szóban. 1890-ben először egy orosz férfi készített egy ilyet a feleségének, amit meglátott egy vállalkozó, és megkérte, hogy készítsen ezekből az 5 darabos babákból, amik ugye egymásba csúsztathatóak, többet, és azt majd elkezdik árulni a gyerekeknek, mint játékot. És ez annyira népszerű játék lett itt Oroszország területében, hogy aztán sorozatgyártásra is került, és most a mai napig ilyen tradicionális orosz szuvenír. Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted. Most benézünk ide a McDonald's-ba. De ez titok, ezt tanárnőnek nem szabad elmondani. Universe, so stay with me. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up.
mindig nem hiszem el, hogy kb. Egy óráig itt vagyunk bent egy játékboltban. Nem célba vagyunk lőni? De. De, menjünk célba lőni. Hát ez a véremben van. Na, egy kicsit vásároljunk be iskola kezdésre is. Fizika, kémia, biológia, matek, orosz. Ja. Na van, fizetünk, kaját, minden. Na most hívott minket Szilaj tanárnő, hogy végzett a csoportjával, úgyhogy most a piros metróval megyünk, és majd ott találkozunk vele. Itt az előbb épp a biztonságiak eléggé terror gyanúsnak tartottak minket, vagyis hát leginkább engem, mivel jöttünk be a tömeggel együtt, és így hirtelen elkaptak, és kirántottak a tömegből. Aztán át kellett menni ilyen átvilágító kapun meg minden, sőt még a táskát is be kellett rakni ilyen átvilágító gépbe, ami a reptéren is van, ilyen röntgengépbe, igen. Szóval, ja, nem tudom mi bajuk lehetett velem, de mindegy, a lényeg, hogy itt biztonság van, meg ilyenek. És ez itt pedig az MGU, ami nem csak hogy Moszkva legnagyobb egyeteme, hanem a világ egyik legnagyobb egyeteme, mind épület, mind pedig diákszám alapján, ugyanis majdhogy nem 10 000 diák tanul itt. Ezeket a részeket, hogyha így levágnánk, meg az egészet harmadolnánk, annyi lenne a Debrecen Egyetemnek a központi épülete. Na és itt van a gyönyörű moszkvai panoráma. Itt most bármerre nézünk, itt van előttünk a város, és itt, ha ráközelítek, itt van a Moszkva City nevű városrész, ami pedig az ilyen üzleti új negyede a városnak. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need. Előző bejelentkezés óta eltelt egy pár óra, de ott nem rögzítettem semmit, mivel csak a szálláson voltunk és pihentünk. Most pedig már ilyen 10:30 van, és megyünk a szokásos helyünkre enni még egy olyan gíroszt, mert az nagyon jó volt. Igen, igen, Oroszországban nem azt kéne enni, de hát Istenem, ez van. És most vacsizunk, így 10:30-kor. Ez orosz gírosz, ez nem sima gírosz, ez hazai. Na, végeztünk a vacsorával, most még átjöttünk kicsit a lányokhoz beszélgetni, és most így 1:30-kor kb. Most már megyünk aludni. Na hát, felébredtünk, meg is reggeliztünk már, és most elindultunk arra a szuvenír piacra, ahol tegnap is voltunk, még veszünk pár dolgot. Aztán hát a mai program az ilyen Moszkva City látogatás, meg megváltó Krisztus székes egyház, meg ilyenek. Viszont most elég hideg van, szóval még visszamegyünk majd a pulcsiért és a szállásra. És már itt is van, csak elkezdett esni az eső, szóval lehúzódunk valahova. A legjobb a metró. Most nem engednek be minket, mert rövid gatyába vagyunk, ilyenkor jön a mentalitás. Na, kérdezzük meg, hogy ez így. No. Na hát ide most nem fogunk bejutni, de a lányok bementek, és majd mesélnek róla, hogy milyen volt. Nagyon szép volt. Nagyon nagy márványpadló, arany kapuk, falfestmények. 40 méter, hát nem tudom, nagyon magas. És olyan picinek érzi bent magát egy ember, mint hogyha így a világban csak ilyen kis hangyák lennünk. De nagyon gyönyörű volt amúgy. Meg fel lehetett volna menni, föntre egy kilátást nézünk csak. Az nem volt kedvünk, mert titeket nem engedtek be. Az a csúnya szobor ott pedig Nagy Péternek a szobra, és ehhez van egy érdekes sztori, ugyanis először nem is Nagy Péter szobra lett volna, hanem Amerika felfedezésének 500. évfordulójára Kolumbusz szobor lett volna azon a hajón, azonban meg akarták vele ajándékozni az Egyesült Államokat is, Spanyolországot is, és több latin államot is, de egyik se fogadta el, mert hogy olyan csúnya volt. Aztán átalakították úgy, hogy Nagy Péter lett a hajón, és először Szent Péterváron akarták kiállítani, de ott is azt mondták, hogy olyan
olyan csúnya a szobor, hogy ezt biztosan nem fogják kiállítani, úgyhogy végül itt Moszkvában kapott helyet. Már menjünk vissza a szállásra, kicsit pakolunk, meg ilyenek, meg ugye holnap repülünk már vissza, és utána pedig este bemegyünk a szép kivilágított Moszkva Citybe, amit tegnap néztünk felülről. Hi, jó, ez Shanghai. Most kb. 9 óra van, és épp Nóra tanárnőre várunk, ugyanis most itt vagyunk a Moszkva Cityben, és vele most itt körbe fogunk nézni, még az is lehet, hogy felmegyünk a felhőkarcolóba. Viszont eléggé rossz idő van, ott látszik is, elég sötét felhők vannak, és villámlott is az előbb. Én meg olyan hülye voltam, hogy egy pulcsit sem hoztam, szóval ez jó kör lesz, azt már most érzem. Van itt egy hangulat. Oda fogunk felmenni a 85-re. Kint már kicsit hallani is, hogy esik. Szóval most bevonultunk ide egy ilyen apartman házba. De... Igen, egy ilyen kis 100 emeletes apartman házba. De az még kérdéses, hogy hogy fogunk feljutni a 85-re ilyen időben, mivel addig még kéne egy kicsit futni az esőben. Ez csak ilyen nyári záport. Akkor most elmondom, mi van. Ugye reggel az volt, hogy nem engedtek be minket a templomba, mert hogy rövid gatyába voltunk. Jó, erre még azt mondom, hogy oké, valahol igazuk van. Na de most ugye be akartunk menni a 354 méter magas kilátóba, és akkor megyünk be, az esőt kivártuk minden, és közlik velünk, hogy nem mehettek be, itt dress code van, rövid gatyába nem mehettek be a kilátóba. Miért? Kérdezem én. Tehát én nem tudom, hogy mit rontunk el, de várja, mutatom a dress code-ban, őt ilyen szemetes zacskós esőkabátban felengedték volna. Hát hol van ennek értelme? Most pedig már 23 óra 16 van, és már itt vagyunk a körvasúton, ami így olyas, mint egy metró, csak a felszínen megy. És most váltunk el Nóra tanárnőtől, mert eddig ő őrzött minket, úgymond. És most még a szegény Szilaj tanárnőt is fel kell majd keltenünk, mivel még meg kell beszélni, hogy holnap hogy megyünk haza. Viszont én a mai blokkot itt le is zárnám. Szóval, hát jó éjt, ez az utolsó esténk itt Moszkvában. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Kicsekkoltunk a szállodából, és most már el is indultunk a reptér felé, a metrókon már túl is vagyunk, és most itt vagyunk az Aero Express állomásán, amivel idefele is jöttünk, de már jegyeket is megvettük, szóval már csak arra várunk, hogy beszállhassunk, és megyünk is a reptérre. Kezdtünk Varsóba, tehát elég hosszúnak tűnt ez a repülés, mivel volt legalább 6-7 csecsemőkorú gyerek a repülőn, és végig bőrték. De minden esetre itt vagyunk, és most van 3 óránk átszállni, szóval még kajálunk is meg valamit. Na és meg is érkeztünk Budapestre, ez már itt Ferihegynek a kapuja. Most lépünk be mindjárt a reptérre. Hát ez tényleg nagy jó repülés volt, tehát a gép is jó volt, meg a pilóta is nagyon ügyes volt. Ők szépen lerakta a gépet, meg helyünk is volt rendesen. Remélem tetszett ez a videó. Következő nem tudom még, hogy honnan lesz, de ha utazok, akkor mindenképp lesz. Na sziasztok!